Lakossági fórumot tartott Gyovai Gáspár. Bokros önkormányzati képviselője az elmúlt évben végzett munkájáról adott tájékoztatást. A héten megkezdték az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítők kézbesítését. A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 19-éig postázzák az értesítőt. Nyílt napot tartott a Piroska Városi Általános Iskola. A szülők betekintést nyerhettek a tagintézmény mindennapjaiban. A Rovarok Birodalma címmel nyílt kiállítás a Tari László Múzeumban. A tárlat március 9-éig tekinthető meg. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Lakossági fórumot tartott Gyovai Gáspár. Bokros önkormányzati képviselője az elmúlt évben végzett munkájáról adott tájékoztatást, a résztvevők pedig elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat. Hagyományosan rendeztek lakossági fórumot Bokroson, ahogy az Gyovai Gáspár önkormányzati képviselő elmondta, ilyenkor az év első hónapjaiban már megszokott eseményre mindenki készül, hisz ilyenkor hangzik el az előző évi beszámoló is, illetve várják a lakosság részéről a kérdéseket, észrevételeket. Több sikeres eredményről is beszámolt a képviselő. Ilyen volt 2017-ben a temető bejárata, illetve az út megvalósítása. Erre azért volt szükség, mert a járda az már nagyon rossz állapotú volt, illetve ott még szilárd útburkolat nem volt kialakítva, és így most a kettőt egybe lehetett vinni, egy kicsivel szélesebb út lett megvalósítva, amely járdaként is és útként is tud működni, funkcionálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges beruházás volt, mert a temetőben azt lehet mondani, hogy szinte a lakosság, ha nem is teljes része, de jó része azért valamilyen szinten kijár, érintett a területben. Ugyanakkor már az elmúlt években, ami meg volt ott valósítva az önkormányzat előtt, illetve a városrész központjában parkoló területek, azok a beruházások során sérültek, csatornaépítés, illetve hát a használatból is. Ott egy részét sikerült újraépíteni, amely most már azt kell mondjam, hogy egy kicsivel a lejtési viszonyokat, tehát a vizet is jobban elvezeti, és az már kulturáltabb, tehát elfogadható. Hát nagyon vártuk a járdaépítést, ami a 2017-es évben teljes mértékben elmaradt Bokroson. Szintén, amit nagyon vártunk és aktuális, mivel az én választókörzetem rendelkezik a legnagyobb föld úthálózattal, hát ebben nem sikerült nagyot előrelépnünk. Az előkészületek itt a Bokrosi Óvoda, Művelődési Ház, Orvosi Rendelő, tehát ezek a kiemelt, úgymond kiemelt beruházások, és ezeknek az előkészítése folyt. A tegnapi fórumon is én annak nagyon örülök, hogy az jött le azért, hogy az elmúlt időszaknak, és én most akár 10 évre, mert 23 éve vagyok Bokrosnak képviselője, és azért minden egyes ciklusban sikerült úgymond mindig olyan nagyobb beruházást megvalósítani, amely Bokros fejlődését és élhetőbb tételét, tehát az infrastruktúrának a kialakítását szolgálta. És az is egy megnyugtató dolog volt számomra, hogy tegnap ott elhangzott, hogy Ausztriában azért szebbek a közszövetek, mert nincsenek nyitott csatornák, és egy szebben lehet vágni a füvet. Hát én örülök, hogy Bokroson, amikor ezeket a munkákat elvégeztük, mi akkor már igyekeztünk úgy csinálni, hogy akkor ehhez csatlakozzunk, és Bokroson belterületén szinte alig van nyitott árok, hanem burkolt csatornákat alakítottunk ki. És hogy ezek a beruházások, amik az évtizedek folyamán elindult, hogy nem állt meg, és folyamatossága most is van, és ebben a ciklusban is én úgy érzem, hogy sikerül azért a városrészben annyi mindent megvalósítani, ami azért egy ciklusra talán elfogadható, mint ahogy említettem ezeket az épületeket, hogy meg fognak újulni. További örömhír az ott lakóknak, hogy megújul a művelődési otthon. Ami már öröm, hogy a művelődési házra már aláírt szerződésünk van, tehát egy megnyert összeg, pályázati összeg áll rendelkezésre, hogy ennek a mikéntje is ideje, hogy hogyan kellene ezt megvalósítani, talán ez körül alakult ki, hogy azok a feladatok, amik ott Bokroson program szempontjából
2018-ra hasonlóan az előző évekhez elő vannak irányozva, tehát itt a lovasnap, születi bál, és itt inkább a születi bálat említeném meg, mert maga a művelődési ház egy bázisa, ott szokott lenni ugye a rendezvény, és hát hogy akkor nem célszerű mondjuk egy felújítást akkor folytatni, vagy éppen akkor benne lenni. Kiemelkedő olyan észrevétel, azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán volt a lakosság részről. Apróbb jelzések voltak, hogy mely területen mit lehetne még egy kicsivel jobbá tenni, vagy mire kellene egy picivel jobban odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nyugodt, hangulatú és nagyon előremutató kis falu fórum volt, vagy lakossági fórum volt. Úgyhogy én csak abszolút pozitívan tudom majd tegnapi estét értékelni. Lezsák Sándor országgyűlés képviselő úrral egy beszélgetés folytán, amikor elmondta, hogy Bokros, ő úgy érzi, hogy nem választható el teljesen Bács megyétől, mert a puszta az egyértelműen összekült egy pusztáról, beszélünk az Alpári pusztáról. És akkor indult el egy munka, amely akkor is egy ilyen fölmérés alapján is, most ebben az év, illetve 2017-ben egy kiadvány készült Bács megyéről. És hogy miért érdekes, mert Csongrád megyéből egyedül Bokros került bele, és egy olyan könyvről beszélünk, ami értéket mutat be, és Bokros értékeit, hagyományát, történelmét, és ebben a Bács megyei kiadványban úgymond Bokros az első, mivel ABC szerint tüntették föl, és számomra ez nagyon nagy öröm, hogy sikerült egy ilyen kiadványban Bokrost megjeleníteni, történetét, az ott folyó munkát, tevékenységet. Tehát ez egy, én úgy gondolom, egy nagyon jó kiadvány, nagyon jó program volt erre az évre. A héten megkezdték az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítők kézbesítését. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országgyűlési választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 19-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Az értesítő tartalmazza továbbá a szavazás helyét, idejét és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Ebben az időszakban nyílt napokat tartanak Csongrád és térsége általános iskolái, hogy megkönnyítsék a szülők döntését a beiskolázással kapcsolatban. Elsőként a Piroskavárosi Általános Iskola adott betekintést a tagintézmény mindennapjaiba. Az iskoláknak, úgy a szülőknek is nagyon fontos, hogy a beiratkozás előtt teljes betekintést nyerjenek az érdeklődők a pedagógusok munkájába, a tanítás teljes tematikájába. A Piroskavárosi Általános Iskolában a mai napon és holnap is nyílt órákkal várjuk a kedves szülőket gyermekeikkel együtt, akik a következő tanévben remélhetőleg már a mi kis iskolásaink lesznek. Három órát ajánlunk ki a szülők részére mind a két napon. Választhatnak a negyedik osztályból magyar, illetve matematika órák közül, illetve az első osztályos munkába is betekinthetnek, ahol ma éppen magyar óra folyik. Ezt követően szeretnénk majd megmutatni azt az erősségünket, ami városszerte ismert, és eredményeink is bizonyítják a nyelvoktatásunkat. Nálunk már első osztálytól kezdve van lehetőség választani az angol és a német nyelvek közül. Ebbe engedünk ma egy kis betekintést. És egy nagyon rendhagyó harmadik órával várjuk még kedves vendégeinket, amit órának sem mondanék, egy lelkes kis tanítói csapat az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet egy interaktív, nagyon érdekes kis műsorral. A műsor címe TikTok és sztármosoly. Nagyon izgatottan várjuk ezt a programot. A holnapi nap is hasonlóan alakul, hogy mindenki meg tudja nézni az általunk felajánlott programot. Azzal egészül még ki, hogy a holnapi nap folyamán néptánc órára is betekinthetnek a kedves érdeklődők, ami szintén egy üde színfoltja iskolai kínálatunknak. Mikrofon, jó? És egy villa, nagyon van egy olyan villa. Az iskola nem csak a nyílt napon foglalkozik az egészséges életmódra való nevelésre, hanem tanév közben is rendezvénysorozattal próbálják felhívni erre a tanulók figyelmét.
iskolánk természetesen nem csak a nyílt napokon, hanem a mindennapokban is nagy figyelmet fordít az egészséges életmódra való nevelésre. Novemberben egy egész hetet szántunk erre. Ennek a hétnek az egyik programja volt a Sztár Mosoly és TikTok című kis előadás, amit tanítónénik lelkes csapata adott elő. Ezt mutatjuk meg most is az itt jelenlévőknek, hogy minden nagyobb körben láthassák ezt az aranyos kis műsort. Február 17-én szombaton változatos programokat tartanak a Művelődési Központban a Házasság hete rendezvény sorozat keretében. 15 órakor esküvői bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők. 16 órakor szerelmes párok számára tartanak vetélkedőt. 17 órakor pedig Hajdú Balázs humorista műsora várja az érdeklődőket. Végtelen sokféleség. A Rovarok Birodalma címmel a Magyar Természettudományi Múzeum Európában is egyedülállónak számító gyűjteményéből nyílt időszaki kiállítás a Tari László Múzeumban. A tárlat 2018. március 9-éig tekinthető meg az Iskola utca 2 szám alatt. A rovarvilág sokszínűségét mutatja be a Magyar Természettudományi Múzeum vándor kiállítása, mely most Csongrádra érkezett. Az volt a célunk, hogy bemutassuk a rovarvilág változatosságát, ami elsősorban a saját gyűjteményünk anyagára alapoz, miután a Természettudományi Múzeum a Közép-Európa egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteménye. Az állattár, mint egy 8,5 millió műtárgya közül 7 millió rovar, és ez a rovargyűjteményünk a világ egyik legjelentősebb természettudományos gyűjteményei közé tesz minket. És a Természettudományi Múzeum hármas célja, az egyik a gyűjteményfejlesztés, gyűjteményfenntartás, a másik a tudomány, ennek a tudományos igényű feldolgozása, a harmadik pedig ennek a tudományos igényű, de ugyanakkor szórakoztató, interaktív bemutatása. És ez a hármas feladatunk közül a gyűjteményünkre alapozva, a kutatóink tudását felhasználva hoztuk létre ezt a kiállítást, amelyik miután kiszolgálta az idejét a Természettudományi Múzeumban, elindult egy ilyen Kárpát-medencei körútra, mint egy vándorkiállítás, és most érkezett el ide Csongrádra. Miként a gyűjteményünk is a teljes világot reprezentálja. Az volt a célunk, hogy a rovarvilág sokféleségét mutassuk be, mind méretben, mind életmódban, mind színezetben, mint testfelépítésben, és ezért természetesen a leglátványosabb példányok itt különféle trópusi rovarok, amik igazán szemedgyönyörködtetőek. De természetesen hazaiak is vannak. Amilyen kicsik a rovarok, olyan nagy jelentőségük van a biodiverzitásban. Azt gondolom, hogy miután az szinte közhely, hogy a földi biodiverzitás súlyos válságban van, pusztulnak az élőhelyek, pusztulnak a fajok, és az ismert rovarfajok száma mondjuk, hogy 10 millió körüli, ugyanakkor szerény becslések szerint is legalább még egyszer ugyanennyi azoknak a fajoknak a száma, amelyek feltáratlanok. Tehát nem csak, hogy nem tudjuk róla, hogy mit esznek, hol élnek, hogy szaporodnak, egyáltalán azt sem tudjuk, hogy hogy néznek ki, sőt, még nevet sem adtunk nekik, és ez egészen elborzasztó az a mennyiség, hogy olyan sok a feltáratlan állatfaj a Földön, és a legszörnyűbb benne az, hogy valószínűleg a nagy részük úgy fog kipusztulni, hogy soha nem is találtuk meg őket. Ahhoz, hogy értő módon tudjunk a biodiverzitást megőrizni, ahhoz először meg kell ismernünk, és ennek az alapja a taxonómia, a rendszertan, az, hogy egyáltalán megtaláljuk, megismerjük, leírjuk őket. És a taxonómiának világszerte, világszinten a legfontosabb kutatóhelyei a természettudományi múzeumok. És emellett a Természettudományi Múzeumon alkalmazott kutatások is folynak, illetve alapkutatások. Az alkalmazott kutatások felőleik az ökológia, a környezetvédelmi biológia területét, az alapkutatásban pedig egyrészt az állatrendszertan, taxonómia, emellett az evolúcióbiológia, és még ehhez kapcsolódóan több téma, amiben a Természettudományi Múzeum Európa, illetve világszinten is jelentős mértékben képviselteti magát.
Lakossági fórumot tartott Gyovai Gáspár. Bokros önkormányzati képviselője az elmúlt évben végzett munkájáról adott tájékoztatást. A héten megkezdték az áprilisi országgyűlési választásról szóló értesítők kézbesítését. A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 19-éig postázzák az értesítőt. Nyílt napot tartott a Piroska Városi Általános Iskola. A szülők betekintést nyerhettek a tagintézmény mindennapjaiban. A Rovarok Birodalma címmel nyílt kiállítás a Tari László Múzeumban. A tárlat március 9-éig tekinthető meg. Új híradóval legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongrádtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!